Jelenleg a Valahatanyán vagyunk, ez egy kis családi gazdaság Vértesacsán. 2007-ben kezdtük el ezt a gazdaságot kiépíteni. Akkor itt körülöttünk egy nagyüzemi szántó volt, ez a terület is egy kukoricatarló volt, amikor elindultunk, és ebből szépen lassan álltunk át azzal a gazdasággá, ahol most tartunk. Egy divers, elsősorban gyümölcsfákra alapozott gazdaságot hoztunk létre. A cél az az, hogy permakultúrás elvek alapján, de egy termelő gazdaság legyünk. Almán, bírsen át egészen a naspolyáig, cseresznyéig, meddig mindenféle nemes gyümölcsünk van, illetve van egy felső területrész, 2 hektár, ahol pedig vad gyümölcsöket, tehát erdőben honos gyümölcsöket termesztünk. Ezekkel az a cél, hogy azokat az ízeket, amik nem találhatóak meg egy nemes gyümölcsben, mert az étkezési ízvilághoz nem olyan finomak, tehát keserű savanyú anyagok, esetleg túlerős színanyagok, azokat ezek a vad gyümölcsök tartalmazzák, és így kerültek bele. Ezen kívül állattartással is foglalkozunk, szintén őshonos fajtákkal. Baromfiféléket tartunk, kárpáti borzderes marhákat, kecskéink vannak, lovat, szamarat tartunk, és ezeknek a takarmányát is itt a gazdaságban termeljük meg. Elsősorban legelő takarmányt adunk az állatoknak, vagy hát kaszálékot, tehát nem abrakoljuk őket, illetve a gyümölcsfeldolgozásnak a hulladéka az, amit ők takarmányként megkapnak. Próbáljuk teljesen zárt körként üzemeltetni a gazdaságunkat, hogy ne kelljen kintről semmilyen nyersanyagot behozni. Egy hagyományos gyümölcsöstől, tehát egy nagyüzemi általánosságban konvencionálisan művelt gyümölcsöshöz képest, egy permakultúrás gyümölcsösben megjelennek a különféle lombkoronaszintek. Nálunk például elsősorban a zöld takarmány hasznosítás céljából a füvesítés jelenik meg a fák között, illetve ami a mi gyümölcsösünkben egy picit permakultúrás elf szempontjából szokatlan lehet, hogy miért vannak sorba a fák, pont ezért, hogy ápolni, illetve kaszálni lehessen az alattuk lévő takarmányt. Az ápolás egy nagyüzemi gyümölcsöshöz hasonlóan nálunk is meccéssel is történik. Ez egy nagy gazdaság esetében mind-mind hulladékként jelenik meg, illetve a feldolgozás során a mag, gyümölcshéj, egyéb melléktermékek is minden esetben keletkeznek. Ezeket, hogyha a ne termeljünk hulladékot elvet nézzük, akkor nagyon jól lehet hasznosítani. A csonthéjasoknak például a magja egy magas olajtartalmú, nagyon jól használható tüzelésre, de egyébként komposztálás során is hasznosítható. A gyümölcshéj, ha tart egy gazdaság állatokat, mint takarmány, nagyon jól hasznosul, mielőtt komposztálásra kerülne. Illetve az ág hulladék, ami a meccés során keletkezett, az is vagy talajtakaróként, vagy pedig tüzelőként hasznosítható. Most jelenleg a területünk szélén vagyunk, látszik, hogy egy konvencionális nagyüzemi szántóterület a szomszédos rész. Ott mindenféle vegyszerekkel gazdálkodnak, amit az uralkodó szélirány mindig besodort hozzánk. Többek között ezért is a peremterületre többszintű sövényt, mezővédő erdősávot telepítettünk. A cserje szinten elsősorban orgonákat telepítettünk, mert egy viszonylag zárt lombkoronája van, tehát az alacsonyabb szinten megtöri a szelet, illetve megakadályozza a besodródást. A fás szinten hárs, tölgy, gyertyán, de elsősorban akác a fő faj. Az akácoknál is többféle hasznosítási cél volt. Elsősorban a virágja, nektárja, ami nekünk fontos, most éppen látszik is, hogy virágzik. A területünkön az egyik barátomnak van több méh családja, a méhek gyűjtenek róla és mézet készítenek. Ezen kívül mi is beszoktunk öltözni méhecskének, és szedjük a virágot, és szörpöt készítünk belőle. Ezen kívül a faanyaga is hasznosítva van. Egyrészt az ágfát hasznosítjuk,
Tehát fejeléssel műveljük a területet, körülbelül ilyen 2,5-3 méter magasan levágjuk a koronát, és egy 4-5 év alatt láthatóan jó vastag, tehát ilyen 10 centi vastagságú ágakat is hajt. Ezt akár karámfának, akár tüzelőnek lehet hasznosítani, anélkül, hogy kivágnánk a fákat, tehát egy megújuló módon hasznosítható a terület. Amint az egyik meg van fejelve, rá 2-3 évre a következő fa fejelése történik, és így mindig van lombkoronás nagyobb fánk, illetve olyan, ami éppen fejelt, és ezért egy alacsonyabb koronaszinten található. Most a területnek a legkülső zónájában vagyunk, ez egy erdőkert vagy vadgyümölcsös rész. Itt nagyon-nagyon nagy változatosságban erdei fajok találhatóak. Ennek többféle szerepe van. Egyrészt hasznosítjuk ezeknek a javait, rózsaszirmot szedünk, gyümölcsöt szedünk, esetleg egyéb terméseket szedünk róluk, de ezen kívül élőhelyet teremtünk a hasznos szervezeteknek, mivel itt mellettünk a fenyvesben vannak a méhek, folyamatosan virágzó fajokat tettünk be a vetésforgóba, hogy tudjanak nektárgyűjteni róla a rovarok, a nálunk lévőek is, illetve a vadbeporzók is. Ezen kívül nagyon sok madarunk fészkel a területen, vannak talajon fészkelő fajok, tehát fűrjek, fácánok, stb., amiknek kell ez a magasabb fű, illetve nagyon sok olyan faj van, amik ezeket a bokros, cserjés területeket szeretik. A területünk az nagyjából 50 évig TS szántóként működött. Amikor mi megvettük, ez egy kukoricatarló volt. Az első években magától próbált regenerálódni a táj. Ez azt is jelentette, hogy gyomnövények voltak azok, amik megjelentek. Napraforgó, fekete üröm, csattanómaszlag, parlagfű, ezek voltak a főfajok. Most a területen már látszik, hogy egy nagyon divers, gyepes ajnövényzet van. Ennek is többféle szintje. Azért most, ahol állok, ezek a fűfélék, szálfüvek már ember magasságban kalászolnak, ezeket mind vetni kellett. Egy normál, konvencionális területen általában egy faj, ami vetésre kerül, itt olyan 15-20 fajból álló keverékkel lett a terület kialakítva azért, hogy mint takarmány, mint élőhely divers területet alkosson. A nitrogén megkötő növények, mint a lucerna, baltacím, szarvaskerep talajt javítják, a szálfüvek, ajfüvek, ezek pedig a mennyiségét növelik a takarmánynak. Terület kialakításánál elsősorban a saját telepítésünkre alapozzuk a megjelenő fajokat, de a természet is hoz magával nekünk ajándékokat. Megjelennek a kerítésvonalában, mint egy szokatlan tereptárgy környékén azok a fák, amiket a gyümölcsevő madarak hoznak magukkal. Megeszik a gyümölcsöt, a magot, amit lenyeltek, pihenőjük során elpottyantják, és rengeteg fa nő ki. De ugyanígy gyepalkotóknál is megjelennek hasznos dolgok, például a vadszamóca megjelent a területen, de ugyanígy a gyermekláncfüvet, kakukkfüvet, cickafarkat, azokat általában a madarak hozták be, illetve ami érdekes volt, vagy meglepő volt számunkra, hogy a komló is egyszer csak megjelent a terület közepén, ahova nem terjedhetett be magától, és hogyha számunkra ez jó helyen jelenik meg, és olyan növény, amit szeretnénk is, akkor azon a helyen próbáljuk megőrizni, vagy esetleg, hogyha látjuk rajta, hogy mint a szamócánál, hogy jól érzi magát, mint talajtakaró, ilyen száraz kitett területen is megtalálja az élőhelyét, akkor ezt a fajt és ezt a fajtát más részekre is áttelepítjük. Egy permakultúrás gazdaságban nem feltétlenül csak a növény termesztésre alapozottan kell gondolkodni. Megjelenhet, illetve szerintem meg is kell jelennie az állati résznek is a gazdaság összetételében. Hozzátartoznak a baromfiak is, nálunk hozzátartoznak a nagyállatok is. Egyrészt amiatt, hogy ha gyümölcsöt termesztünk, alatta ne
pucéran maradjon a talaj, ha már zöldet fű takarmányt termesztünk, akkor legyen valaki, aki ezt megeszi. Alapvetően pont ezért legelő állatokat, növényevő állatokat tartunk. A hasznosításon kívül az ő melléktermékeket, trágyájukat is komposztálva jutatjuk vissza a gyümölcsösbe, és így áll össze egy olyan teljes kör, hogy a gyümölcsös eteti az állatokat, az állatok táplálják a növényeket, és így lesz a mi rendszerünk önfenntartó. Ezen kívül természetesen tejet, tojást, húst biztosítanak a gazdaság számára. Álom, hogy legyen egy ilyen gazdaságunk, az már nagyon régi volt. A kialakítás az részben a családi hagyományokon alapult, mivel nagyon kis településről származtak az én szüleim, nagyszüleim. Ehhez egy adalék volt maga a permakultúra, amivel körülbelül akkor találkoztunk, amikor ezt a gazdaságot vettük, és mivel ez egy nagyüzemi üres tábla volt, ezért szabadon kialakíthatta azokat a rendszereket az ember, amit szeretett volna, viszont cserébe hiányoznak is belőle azok a dolgok, amik egy már meglévő gazdaságban benne lennének. Tehát itt az én életemben nem lesznek azok a nagy fák, amik alá be lehet feküdni, nem lesz meg egy csomó minden, vagy nem feltétlenül fog úgy kialakulni. Ami nagyon fontos, hogy folyamatosan tervez az ember, és folyamatosan újra tervez. Tehát kialakítunk valamit, de mivel folyamatosan változik, ezért folyamatosan újra tervezhet, illetve folyamatosan alkalmazkodnia is kell ahhoz, hogy éppen akár a klíma, akár bármi, akár a környezet hogyan változik körülötte.